A félhetes zárás előtt nem sokkal két alkalmazott és egy vásárló volt éppen a patikában, amikor egy férfi fegyverrel a kezében belépett és arra szólította fel az alkalmazottakat, hogy adják át neki a kasszában lévő pénzt. Miután azt megkapta, gyalogosan távozott a helyszínről a Berényi út irányába. Mentek a fegyveres rablásnak a helyszínéhez, ugye Szegfügy Gyula utcába. Személyi sérülés szerencsére nem történt, nem használta az elkövető a fegyvert. A rendőrök nagy erőkkel kezdték keresni a rablót, de egyelőre nem találták meg, így a lakosság segítségét kérik. Körülbelül 40-50 év közötti férfiról van szó, 175 cm magas, zömök testalkatú. Az elkövetéskor egy szürke munkásnadrág volt rajta, egy olajzöld színű rövidújú póló, illetve egy fekete baseball sapka volt a fején, illetve az arcát a szeme alatt egy háromszög alakú kendővel takarta el, ami testszínű volt. Mindeközben balesetnél is helyszínelniük kellett az egyenruhásoknak. Épp a rablás helyszínére igyekezett volna az a járőrautó, ami egy másik személygépkocsival ütközött a bíróság előtt. Megkülönböztető fény és hangjelzést használtak, azonban ezt nem észlelte egy Suzuki-nak a sofőrje, és a két gépkocsi összeütközött. Szerencsére egyébként a baleset során senki nem sérült meg. Nem ez volt az egyetlen gyógyszertár ellen elkövetett fegyveres rablás a közelmúltban. Június 23-án a Széchenyi úti patikát szintén fegyverrel rabolták ki. A rendőrség ezért azt is vizsgálja, hogy van-e összefüggés az esetek között. A rendőrség kéri, hogy aki a férfiről vagy a bűncselekmény elkövetéséről bármilyen információval rendelkezik, az segítse a nyomozást és tegyen bejelentést a 22-es körzet 541-600-as telefonszámon, vagy hívja a 107-es és a 112-es segélyhívók bármelyikét.